Fejlesztés 5000 négyzetméteres csarnokkal bővült a DL Aviation Hungary Kft. Nyírbátori üzemének gyártókapacitása. Dinnye szezon jó minőségű terméssel számolnak a termesztők, legalábbis akik rendszeresen tudják öntözni a földeket. Szalagvágás Paszabon a községben új játszóteret avattak, melyre a Magyar Falu programból nyertek közel 5 millió forintos forrást. Ötezer négyzetméteres csarnokkal bővült a DL Aviation Hungary Kft. Nyírbátori üzemének gyártó kapacitása. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A térség egyik legjelentősebb foglalkoztatójának bővítéséhez a magyar kormány közel 800 millió forinttal járult hozzá. A repülőgép alkatrészgyártó vállalat számára különösen fontos a nyírbátori telephely, az alkalmazottak 20%-a ott dolgozik. Belső borításokat, ajtókereteket és légkondicionáló csöveket is gyártanak ebben a nyírbátori csarnokban. Mindezeket a repülőgép alkatrészgyártás számára elérhető legmodernebb technológiákkal. Ez egy gyorsan fejlődő iparág, amelyet 10 éve tartja a lépést a vállalat, és ezzel nemzetközi szinten is a legszínvonalasabb beszállítók egyike. Mi is a mai helyzet? Körülbelül 14 ezer négyzetméter termelőterületünk van, 700 munkatársunk dolgozik hozzávetőlegesen Nyírbátorban, és ezen túlmenően van még 150 munkatársunk mérnök és adminisztratív munkakörben Debrecenben. Összességében a DEAL légiközlekedés számára Japán mellett Magyarország egy nagyon fontos hely. A DEAL EV és a munkavállalóinak 20%-a dolgozik Magyarországon. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a mai stabil cégműködést komoly fejlesztések előzték meg, így válhatott ez a cég az egyik legmeghatározóbb foglalkoztatóvá a térségben. Megnyílt a lehetőség a dolgozói létszám több száz fős növelésére. Újabb tovább lépést jelentett az 1,4 milliárd forintos kormánytámogatással, 3,6 milliárd forintból megvalósult nagy logisztikai központ megépítése, amelynek beruházás bejelentője 2017. júniusában történt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban Szijjártó Péter miniszter úr vezetésével. Ez a beruházás 2018. júliusára készült el. Már ekkor megfogalmazódott a harmadik gyártóüzem gondolata, amely már a valósággá vált. A cég 10 éves jubileumát egybekötötték ennek a csarnoknak az ünnepélyes átadásával. A rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többek között arról beszélt, ehhez egy stabil, jól működő magyar gazdaságra is szükség volt. Kialakítottunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben megéri dolgozni, és megéri új munkahelyeket létrehozni. És ez a gazdaságpolitikánk válságállónak is bizonyult, hiszen a világjárványt követő évben, 2021-ben tavaly, amikor a világgazdaságnak még mindig egy fekete éve volt, a magyar gazdaság akkor döntötte meg a rekordját minden fontos kategóriában. A Covid után többen dolgoztak, mint korábban, soha annyi beruházásról megállapodás Magyarországon nem született, mint tavaly. Soha akkora exportja nem volt Magyarországnak, mint tavaly, és soha akkorát nem nőtt a magyar gazdaság, mint a tavalyi esztendőben. A kulcs pedig egyértelműen az volt, hogy nem a munkanélküliség finanszírozására alapoztuk a válságkezelő politikánkat, hanem a munkanélküliség megelőzésének a finanszírozására, vagyis azoknak a vállalatoknak a beruházásait támogattuk, amely vállalatok elkötelezték magukat, nem csak a fejlesztések mellett, hanem amellett is, hogy nem bocsátanak el senkit. Így tett a DEAL is, amely a legnehezebb covidos időszakban döntött úgy, hogy egy 2,5 milliárd forintos beruházással új, immáron harmadik gyártócsarnokot épít fel. Ez a gyártócsarnok hozzájárul ahhoz, hogy az gyártási kapacitások jelentős mértékben növekedjenek, így immáron 870-en tartoznak Magyarországon a DEAL kötelékébe, ezért a kormány 867 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosított ehhez a 2,5 milliárd forintos beruházáshoz. A repülőgép alkatrészgyártó cég letelepedése lehetővé tette azt is, hogy a munkanélküliség a térségben a 10 évvel ezelőtti egyharmadára csökkenjen.
Jó minőségű terméssel számolnak a dinnyetermesztők, legalábbis akik rendszeresen tudják öntözni a földeket. A statisztikák szerint a kiváló minőségű hazai dinnyére egyre nagyobb a kereslet az Európai Unió országaiban is. A Szabolcs-Szatmár-Berekben termelt dinnyék már kaphatók a piacokon, és a szezon várhatóan szeptember közepéig tart majd. A görög kereskedők közvetítésével ismertük meg Magyarországon, mégis sokan hiszik, hogy a gyümölcs hazája maga Görögország. Sőt, vannak, akik azt állítják, a görög dinnye azért kapta ezt a nevet, mert formájának köszönhetően görög, vagyis gurul. De nem csak az eredettel kapcsolatban vannak viták évszázadok óta. Számos legenda kering arról is, milyen a jó dinnye. Decsi Vendel nagycserkeszi őstermelő mutatja kameránknak, mire érdemes odafigyelnünk vásárlás előtt. Hogyha élénkzöld a külseje, nincs megfakulva, meg megsárgulva, az arra utal esetleg, hogy napéget lenne a dinnye. Ilyen szép élénkzöldek, és ami nagyon fontos, hogyha egy dinnye már régen le volt szedve, akkor ezek a szárak, ezek el vannak száradva. Nyilván, hogyha most így, én ezért szedem mindig hosszú szárral, mert hogyha hozzám jön a kereskedő, akkor látja, hogy ezek mindig frissen leszedett dinnyék. A másik nagy pozitívum, hogyha ilyen barna cukrot engednek ki magukból, ez arra utal, hogy megfelelően édes a dinnye. Decsi Vendel őstermelő 2014 óta termeszt dinnyét 3 hektáron. Bár a bekerülési költségek jelentős növekedése őt is érinti, elégedett a terméssel, amelynek minden egyes darabjáról saját maga dönti el, hogy kellőképp megérette. Hogyha így kopogtatjuk, hogy meg-e van szakadva, vagy nincs megszakadva a dinnye, ez biztos, hogy nincs megszakadva. Ez már egy kicsit ilyen üregesebben hangzik, ebben valószínűleg van egy kis szakadás. Ez nem befolyásolja a minőségét, tehát ez nem arra utal, hogy rossz esetleg, csak ugye a hús réteg, az abban van egy kis repedés. Ez pedig már a nyíregyházi búzatéri piac, ahol a görög dinnyének 300 forint, a sárga dinnyének pedig 4-500 forint a kilónkénti ára. Régen lékeltük nagyon sokáig, most már úgy lehet csak, hogy meg lehet vágni, sterilen le kell zárni, és akkor úgy viszik el csomagolni. Az Agrárkamara adatai szerint az elmúlt évekhez képest szerencsésebben alakul a termés. Idén jóval kellemesebb a dinnyetermelőknek a sorsa, mint az elmúlt 2 évben volt. Ugye egyrészt az időjárás, másrészt a piaci körülmények nem voltak jók az elmúlt években. Nagyon sok dinnyés negatívan jött ki a szezonból, és abba hagyta a termelést. Idén az időjárás az kedvező volt a dinnyetermelésre, meleg időszakok voltak, jól is kötött a termés. Úgy néz ki, hogy 3000 hektáron termelünk dinnyét, és ebből 2600 a görög dinnye és 400 a sárga dinnye. A legnagyobb termőterületünk az Békésben van, 1100 hektár, aztán Baranya, Tolna és Jásság. Szabolcs-Szatmár-Berek megye, Szabolcs és Hajdúság a vége a szezonnak, ez körülbelül így is követi egymást. A legkorábbi dinnye az a déli területeken van, a legkésőbbi pedig Szabolcs és Hajdú megyébe. A szakember elmondta, Európában mintegy 20%-kal csökkent a termelés a déli országokban, amelynek hatására számos régebbi kereskedelmi partner keresi újra a magyar dinnyét. A lengyelek, a csehek, a szlovákok, a balti és a skandináv országok, valamint Németország is, ahol az elmúlt években erőteljes spanyol és olasz eladások voltak. Márton Fibéla úgy látja, a hazai piac igényeit a termesztők bőségesen ki tudják elégíteni nagyon jó minőségű dinnyével, amely mellett az export mennyiség is tud növekedni. A dinnye szezon várhatóan szeptember közepéig fog tartani. Új játszóteret avattak a Paszabi Szőttes napon. A hagyományőrző rendezvényen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, a vidéki élet értéket jelent. A Magyar Falu program célja a vidéken élők életkörülményeinek javítása. 4 év alatt 23 ezer nyertes pályázatban 280 milliárd forint értékű forrás biztosított a kormány a települések fejlesztésére. Ünnepélyes szalagátvágással kezdődött az idei Paszabi Szőttes nap. A községben új játszóteret avattak, melyre a Magyar Falu programból nyertek közel 5 millió forintos forrást. Az eseményen részt vett többek között Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. A politikus szerint a vidéki élet értéket jelent, a kormány ezért számos formában támogatja a helyiek életkörülményeit.
családtámogatási rendszer, a Magyar Falu Program és a közösségeknek a támogatása segít, de hát a helyi embereknek a döntése, a vezetőknek és az ítéletnek a döntése, hogy azt a szülőfalut vagy szülőtelepülést, amit megkaptak, megörököltek őseiktől, azt megmentik-e, tovább viszik-e vagy sem. És ezért is örömteli a Paszabi Szőttes Fesztivál, hiszen ez egyik oldalról mutatja a hagyományt, és a hagyomány őrzését és tiszteletét. Ez mindenképp szükséges, hiszen szüleink, nagyszüleink és őseink tisztelete nélkül tulajdonképp mondhatnám azt, hogy meg sem érdemeljük az életet, de másik oldalról pedig azért is megérdemlik az itteniek a segítséget, mert a jövőre is gondolnak. Négyes szám a két minta között, akkor már, hogy eltévesztett, akkor ki kell szedni, és akkor mi? Akkor most nem rontott miatt. Nem. A községben működő szövőház a település évszázados hagyományát őrzi. Az itteni lápos, ingoványos terület nem kedvezett a búza, a kukorica termesztésének. A helyiek a halászat, madarászat mellett a kenderfeldolgozással foglalkoztak. Minden család maga állította elő ruházatát. A Paszabi Szőttes ebből a munkásságból alakult ki. Idén 19. alkalommal került megrendezésre, hát sajnos két évet kimaradt a pandémia miatt, de elég nagy a lelkesedés, ezt mindig várják a településen, egyrészt azért, mert nyilván gasztronómia is van benne, de ez nekünk azért fontos, mert meg tudjuk mutatni azt, ami a legfontosabb a településünknek, a szőttes, hiszen ez egy több mint 100 évre visszatekintő hagyomány már itt, és nagyon örülünk annak, hogy ezt még ma is űzik az asszonyok, tehát ez a szövőház, ami itt mögöttem van, itt valóban minden nap szőnek az asszonyok, és most már el tudtuk érni azt, hogy át tudjuk fiatalítani egy kicsit a szövésnek a tudományát, és így tovább tudják vinni ezeket a hagyományokat. A Paszabi Szőttes a megyei értéktár gyűjteményében is szerepel. Sokszor egy-egy emberen múlik, hogy egy néphagyomány, egy hagyományos mesterség, egy népszokás fennmarad-e. Paszabon olyan szerencsés helyzet volt, hogy egy Túr István nevű néptanító a 20-30-as években ezt felkarolta, és ezt a hagyományt éltetik a mai napig is. Nagyon fontos, hiszen a hagyományainkból táplálkozunk, a jelenünk és a jövőnk is. Nagyon szép dologról van szó egyébként. Többen fiatalok is tudják ezt a mesterséget, és éltetik ezt a hagyományt. Minden településnek megvan a saját szerepe a megyében, az országban, a nemzet továbbélésében, továbbvitelében, nincs szerepkör nélküli település, mindegyiknek meg kell találni a saját hagyományát, és azt kell ápolni, mint ahogy a paszabiak ezt teszik már évtizedek óta. A községben az elmúlt években számos beruházás történt. A most átadott játszótér mellett bölcsöde épült, megújult az óvoda, a polgármesteri hivatal és a védőnői szolgálat. A parókia épülete mellett székelykaput is avattak. Kiemelkedő honismereti munkásságának elismeréseként Bél Mátyás emlékérmet vehetett át Rémiás Tibor történész múzeológus, a Nyíregyházi József András Múzeum igazgatója. Az emlékplakettet Veszprémben a 69. Országos Honismereti Akadémia ünnepségén adták át. A díjat a Honismereti Szövetség 2003-ban alapította, azóta minden évben ketten kaphatják meg ezt a rangos elismerést. Korának kiemelkedő tudósa volt Bél Mátyás. Öt kötetben megjelent országleírása alapvető forrása ma is többek között a helytörténetnek, régészetnek, néprajztudománynak vagy művészettörténetnek. 2003-ban a Honismereti Szövetség emlékplakettet nevezett el róla. A rangos elismerést idén Rémiás Tibor történész muzeológus, a Nyíregyházi József András Múzeum igazgatója vehette át Veszprémben. Évente két embernek szokták odaítélni, és hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy 60. születésnapomra megkaptam ezt a nagyon rangos díjat. Tulajdonképpen ez egy életmű díj, én 35 éve vagyok a honismeret munkása, és hát gondolom, hogy a 35 év alatti tevékenységemet így ismerték el. Rémiás Tibor 2009-től a Honismereti Szövetség egyik alelnöke. A szervezet a megyei egyesületek munkáját is összefogja. Ezek összesen több mint 1000 a honismeret különböző területein tevékenykedő tagot számlálnak. Három nagyon-nagyon fontos dolog van, ami minden évben ismétlődik. A felnőttek részére van a Országos Honismereti Akadémia, a fiatalok, diákok részére van az Ifjúsági Honismereti Akadémia, aztán ezen kívül van a honismereti kiadványok szerkesztőinek is külön konferenciája, külön olyan összetartás, amiben ugye összejönnek és segítik egymást.
De hát ugye egyesületen belül számtalan formája van, az emléktábla avatástól, a kiadványszerkesztésen keresztül, konferenciák szervezésén, tehát mind, ami a helytörténettel és a honismerettel összefüggésben van, és hál' Istennek az intézmények, mint a levéltár, a múzeum, a könyvtár, ezeket a honismereti tevékenységeket azért maximálisan szokta segíteni. Szabolcs-Szatmár-Berekben 2000-ben alakult meg a megyei egyesület. Az Országos Honismereti Akadémiának 2019-ben adott otthont a megyeszékhely. Budapesten folytatja pályafutását Bús Iván, a Kékcápák korábbi csapatkapitánya. Az élvonalbeli szereplést befejező játékos ősztől az NB1B piros csoport újoncánál, az Újpest Megyeri Tigrisek csapatánál folytatja pályafutását. Az előző idény utolsó Zalaegerszeg elleni mérkőzését követően nem csak az ellenfél játékosaitól, hanem saját társaitól és a nyíregyházi klubtól is elköszönt Bús Iván. A 29 éves kosaras úgy döntött, hogy a jövőben nem kíván a legmagasabb osztályban játszani. Tisztában vagyok a képességeimmel, korlátaimmal, azt tudom, hogy NB1A csoportban már nem tudtam volna olyan szinten kosárlabdázni, meg olyan szerepben, amiben én élvezem a kosárlabdát. Emiatt szeretném még, tehát még kicsit visszás volt, mert sok helyen az úgy jött le, hogy befejeztem a kosárlabdát, nem fejeztem be a kosárlabdát, szeretnék még egy pár évi pattottatni, de ezt mindenféleképpen úgy tényleg, hogy élvezem, és emiatt élődött már bennem a gondolat. Sőt, nem mondom, hogy amikor feljutottunk, sem ment át a fejemen, de akkor volt ott az eufória, meg nem tudtam tiszta fejjel gondolkodni, pedig tudtam, hogy ez fog történni, hogy úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen, még ha már ennyit küzdöttünk azért, hogy élvonalba jutassuk a Nyíregyházát, akkor még elvállom ezt az évet. Bús Iván tagja volt a 2011-ben junior bajnoki címet szerző nyíregyházi csapatnak, majd két év paksi és egy-egy év soproni, illetve szombathelyi szereplés következett. 2015-ben tért haza, majd egy évvel később a Nyíregyháza kiesett az élvonalból. Nem is jó annyira visszaemlékezni arra az évre, és nem is feltétlen arra, amiatt, hogy kiestünk. Hát a legrosszabb emlékeim talán az évhez köthetőek. Említsem például a négyszeres hosszabbításos vereségünket a Gabányi csarnokban, a MAFC ellen. Az volt az egyik legrosszabb, hogy a csapat kohézió sem tudott annyira kialakulni a játékosok között, mert szerintem nagyon-nagyon sokat nyomott alatba, hogy nem is volt saját csarnokunk. Úgy edzettünk, meg úgy éltük a mindennapjainkat, mint régen az utánpótlásban, hogy mentünk a kis edzéscuccunkkal, edzés után már mennünk kellett, mert zárta az általános iskola, tehát elég vontatott és zaklatott év volt. 5 évig a második vonalban szerepelt a Nyíregyháza, majd tavaly emlékezetes párharcban a BKG Prima Akadémiát felülmúlva jutottak fel a cápák. Bár az irányító a korábbinál kevesebb szerepet kapott, sikeresnek ítéli meg az előző idényt. A éveleim megkérdezték volna a szakértőket, vagy akkor a kosárlabda szeretőket, hogy kit gondolnak, hogy ki fog esni. 10-ből 9-en minket mondtak volna, ami jogos is, mert költségvetésileg is ugye az aljához tartozunk a mezőnynek, vagy tartoztunk, illetve mindig a friss kiesőnek, vagy a friss feljutónak azért újoncként nehéz szerepe van. És ugye úgy is kezdtünk, tehát az a 0-6, ott sorsolás ide vagy oda, nem jött jól, és akkor utána arra is nagyon visszagondol, amikor Meni érkezett, és zsinórba jött győzelemmel, stabilizáltuk a helyünket. Voltak hullámvölgyek, abszolút egyébként a szezonban, de pont beszéltük is egymás között, hogy szerintem, hát követem körülbelül 20 éve ugye a Magyar NB1-et, szerintem most volt tényleg először egy olyan szezon, 20 év alatt, hogy bárki, bármikor, bárkit, bárhol. A Nyíregyházáról 7 év után távozó játékos a fővárosban folytatja pályafutását, az NB1B piros csoport újoncánál, az Újpest Megyeri Tigrisek csapatánál számítanak Bús Iván gólpasszaira és kosaraira. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 5000 négyzetméteres csarnokkal bővült a DL Aviation Hungary Kft. Nyírbátori üzemének gyártó kapacitása. A térség egyik legjelentősebb foglalkoztatójának bővítéséhez a magyar kormány közel 800 millió forinttal járult hozzá. A repülőgép alkatrész gyártó vállalat számára különösen fontos a nyírbátori telephely, az alkalmazottak 20%-a ott dolgozik.
Jó minőségű terméssel számolnak a dinnyetermesztők, legalábbis akik rendszeresen tudják öntözni a földeket. A statisztikák szerint a kiváló minőségű hazai dinnyére egyre nagyobb a kereslet az Európai Unió országaiban is. A Szabolcs-Szatmár-Berekben termelt dinnyék már kaphatók a piacokon, és a szezon várhatóan szeptember közepéig tart majd. Új játszóteret avattak a Paszabi Szőttes napon. A hagyományőrző rendezvényen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, a vidéki élet értéket jelent. A Magyar Falu program célja a vidéken élők életkörülményeinek javítása. 4 év alatt 23 ezer nyertes pályázatban 280 milliárd forint értékű forrás biztosított a kormány a települések fejlesztésére. Július 25-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden a front felhőzete délkelet-kelet felé terjeszkedik, eközben egyre szakadozottabbá válik. Több helyen várható zápor, zivatar, a Tiszántúlra csak késő este érkezhet meg a csapadék. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű.